Megépül a kerékpárút a Nagyváradi úton, a Csókos úttól a Galamb utcáig, jelentette be a szerda délelőtt megtartott sajtótájékoztatón Görgényi Ernő. Gyula polgármestere a 157 millió forintos beruházás részleteit ismertetve elmondta, az eltérő adottságokkal rendelkező szakasz alapvetően három részre bontható. A Csókos úttól a Toldi utcáig elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút épül 260 méter hosszan, 3,6 méter szélességben. A Tolditól a Bihari utcáig egyoldali, önálló, kétirányú kerékpárutat építenek 400 méteren át, 2,4 méter szélességben. A Biharitól a Galamb utcáig tartó 89 méteres szakaszon az úttestet szélesítik ki. Egy-egy kerékpársávot alakítunk ki az úttest kiszélesítésével, ugyanis ha a zöld felületbe építettük volna a bicikliutat, a Bihari utcától a Galamb utcáig, akkor nagyon sok fát, gyönyörű bokrot, a lakosság által szépen gondozott ápol zöld felületet kellett volna elpusztítani, amelyet nem szerettünk volna, ezért döntöttünk a kerékpársáv kialakítása mellett, de az is egy biztonságos közlekedési megoldásnak számít. Az eseményen Kovács József országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a szakasz turisztikai szempontból is jelentősnek nevezhető, hiszen megkönnyíti a kerékpáros közlekedést Szanazug és Városerdő felé. A Csókos útnál, a Csókos út irányába, a vasútállomásig, illetve a Dobozi út felé, Doboz irányában, tehát Szanazug felé jelent majd egy jó megközelítési kerékpáros lehetőséget, ha pedig tovább megyünk a Sarkadi úton, és elérünk a hídig, az ottani útszakasz, kerékpár út, az pedig egészen Sarkadig az út mellett megközelíthető. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, mert ez a szakasz kiesett. Kis Szabolcs a körzet önkormányzati képviselője elmondta, az új szakasz közlekedésbiztonsági szempontból is nagy jelentőséggel bír. Korábban már előttem lévő képviselőknek is vágyáma volt egyébként a kerékpárútnak a létesítése a Nagyváradi úton, hiszen mint tudjuk, mind román város, mind új város, ugye egy kis kertvárosi része Gyula városának, és ugye több fiatal család is választja lakóhelyéül, nem hiába, ugyanis közel vagyunk a belvároshoz, mind a várhoz, játszóterekhez, egyéb más kiszolgáló helyekhez, és akárhogy is nézzük, azért a közlekedés biztonsága Nagyváradi úton kerékpárosként azért nem a legegyszerűbb dolog, főleg nem fiatal gyermekekkel, mert akik Sarkad felől érkeznek és Gyula belvárosa felé tartanak, azok általában a Nagyváradi utat használják fő közlekedési útvonalként. A Nagyváradi úti kerékpárút fejlesztése egy nagyobb, összesen 1 milliárd forintos csomag része, ebbe tartozik a 100 éves cukrászda és a Ladics ház fejlesztése is. A közbeszerzési ajánlattételi felhívást egy ilyen beruházásnál előzetesen ellenőriztetni és engedélyeztetni kell a miniszterelnökség közbeszerzési főosztályával, a KFF-fel, amely leellenőrizte, jogszabályoknak megfelelőnek találta, rendben lévőnek találta, ezért meghirdethettük az ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételi felhívásra a beadási határidő még most áprilisban lejár, rövidesen 17-én, utána történik meg az ajánlatok bontása, akkor fogja a közbeszerzési bizottság eldönteni, hogy van-e érvényes ajánlat, és utána pedig meghozza a döntését, kihirdeti a győztest, utána van egy szerződéskötési moratórium, azt hiszem 8 nap, és ezt követően szerződést köthetünk, és kezdődhet a munka. A kerékpárút építését július 17-éig kell befejeznie a kivitelezőnek, a másik két esetben évvégéig érnek véget a munkálatok.